Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Te és ő. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a te és ő jóslást, a díjam 4000 forint. Itt bal oldalon a te kártyád látható, illetve kártyáid láthatóak, és ezzel szemben az övé. Itt ez a szikla jelenti az ő hideg-rideg tartását. Valami blokkolja őt, vannak nehézségek, vagy valami megvisel téged, hiszen nem tetszik neked jelenleg az ő viselkedése. És ez az időszak most elmúlik, hiszen szerencsére itt vannak az egerek. És ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Eltávolítják a problémákat. Sőt, ő is változik a hozzáállása, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. Nem csak az ő hozzáállása vagy viselkedése változik meg, hanem valami még a nyilvánosságon is. Hiszen te megjelensz a nyilvánosságon, és vagy vele, vagy nélküle, és megkapod az elismerést. Te keresed a helyedet az életben, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. Ezek is lehetnek változások, munkahelyi változás, költözködés, vagy valami változik kettőtök között. Amit a fa még jelent, a gyógyító erő. Vagy lesz gyógyulás, ha beteg voltál, vagy valaki a családban, vagy azt is jelenti, hogy ezen a területen dolgozol, itt lesznek változások, vagy érdekel téged ez a téma, a gyógyító erő, és itt van a tudás, vagy a tanulás, esetleg egy továbbképzés. Amit a könyv még jelenthet, légy titokzatos, légy zárkózott, majd ő jelentkezik magától. És az itt már látható is, hiszen ez a levél jelentheti azt, hogy tervezi azt, hogy felvegye veled a kapcsolatot, írni fog. Persze jelentheti azt is, hogy megvannak ezek az elvárások, és arra vár, hogy te jelentkezz nála. De nálad a könyv azt jelenti, légy zárkózott. A fa jelentheti a türelmet is. Légy még kicsit türelmes, mert ő magától fog jönni. Itt van a hír, itt van a szerencse, hiszen ez a kártya jelenti a csillagokat, és a csillagok szerencsét hoznak. Majd ő fog dönteni, és közeledik hozzád ezzel a virágcsokorral. Lehet, hogy virágot kapsz, de ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, jelent egy jó hírt, vagy egy meghívást, vagy egy meglepetést, vagy egy ajándékot. És itt van az erő hozzá, azon kívül ez az erő utalhat a belső erőre, a hitre is, higgy ebben, hogy ő fog közeledni. És itt a remény, ez a csónak szimbolizálja reményt, a gyermek egy új kezdetet, amit ez a kártya még jelenthet, külföldi kapcsolatok, utazások, lehet, hogy el akar utazni veled valahova, és ez lesz a meghívás, vagy azt is jelentheti, hogy ő a távolban él, és szeretne téged meglátogatni, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád őt meg. Ez az utazás, ez lehet egy belső út, egy lelki kapcsolat is. És minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És ez volt a szerelmi jóslás te és ő. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!